Horváth Zoltán vezetőedző elmondta, hogy a jövő nyáron ott szeretnének lenni a dobogó legfelső fokán. Elkezdtük a felkészülést múlt hét szerdán, úgyhogy második hetet kezdjük, vagyis hát kezdtük tegnap, és hát a bajnokságra készülünk. Igazából a negyedik edzésünk, tehát még az elején tartunk, de van időnk még, mivel a bajnokság majd augusztus közepe után fog kezdődni. A szakember azt is elárulta, hogy támadó játékra készíti fel csapatát. Hát igazából annak tükrében, hogy tavaly második helyen végeztünk a bajnokságban, ez nem jelenti azt egyenesen, hogy mivel a bajnok csapat eltávozott így a vármegyei bajnokságból, hogy mi fogjuk megnyerni, de terveink között van, és szeretnénk minél jobban szerepelni, ebben benne van az első hely is. A társaság 80%-a összeszokott, mert már régóta rúgják együtt a labdát. Holnap fogunk játszani a Majossal egy edzőmérkőzést, szombaton a Nagyatádat fogadjuk itthon Dombóváron, utána megmegyünk tovább igazából a felkészülésbe, aztán augusztus közepe fele kezdődik a bajnokság. Az 1994-ben alapított labdarúgó klub a 2024-2025-ös bajnokságra heti 3 edzéssel és az edzőmérkőzésekkel készül fel.